Érkezésünk előtt polgármester úr egy online konferencián vett részt. Mennyire lehet megszokni ezt a fajta módját a ügyintézésnek, a kommunikációnak? Ugye nekem fontos, hogy lássam a, a, a tárgyalópartneremnek az arcát, és gondolom mindenkinek, ezt nem látja az ember. Hát meg kell szokni, vagy alkalmazkodni kell hozzá, de hát most ez az időszak ilyen stílust kíván. Azt gondolná laikus, hogy ez a fajta... Módszer, rendszer gyorsítja az ügyintézést, hiszen nem kell összehívni embereket, egyeztetni időpontot. Egy telefon, és már bennek is a dolgok a maguk útján. Így van ez? Azt kell mondanom, hogy nem. Ugye egy hosszas telefonálgatás árán lehetett ugye az időpontokat leegyeztetni. Ugye most egyébként annyi titkot hagyárólják el, hogy Nagy Kovácsi második II. kertésemetes szülős egyeztetett a kerékpárút ügyében. Elég sok embert kell összeszervezni, azt mind telefonálni, utána. A technikai kérdéseket is meg kell oldani, mert valahogy mindig más programmal kell ezeket a konferenciákat megtartani. Tehát ezek azért inkább nehezebbé teszik az életet, és hát csak emberek és társas lények vagyunk, tehát sokkal jobb személyes körülmények között megbeszélni a felmerülő kérdéseket. Mikor a várható a kerékpárút építése? A kerékpárút építése az vegetációs időn kívül történhet, ez azt jelenti, hogy szeptember 15 után. Azért hangsúlyozom mindig, hogy nem kerékpárútat építünk, hanem meglévő úton végzünk javító karbantartást, ami révén kerékpározhatóvá, vagy biztonságosabban kerékpározhatóvá válik a, a, a szóróban vezető út is polgármester úrnak milyen információi vannak, mikor ér véget ez a, hát őrület nem tudom minek nevezni, ami felborította az egyensúlyunkat, az életünket. Nem információnk, hanem reményeink és vágyaink vannak. Azt valóban reméljük, hogy nyáron egy kicsit lelassul a vírus terjedése, de hát ahogy a nagyok mondják, illetve a tudósok, igazi megoldás ez csak akkor lesz, hogyha az oltást, a védőoltást erre kidolgozzák, és azt a szerény 6-7 milliárd adagot legyártják, és mindenkit be is oltanak. Tehát ehhez sajnos úgy néz ki, hogy hosszabb távon kell alkalmazkodni, de reményeim szerint azért szeptemberre most már, hogy is van, a személyes jelenléttel is el tud indulni a, a hivatal és egyéb hivatalok működése is. Egyébként a munkálatok nem álltak le, hiszen itt a polgármesteri hivatal előterében és oldalában két munkafolyamat is zajlik. Így van, alapvetően egyébként már a járvány elején beszereztük azokat az alapanyagokat, ami a, a, az önkormányzat udvaránól a közösségi terének a leburkolásához szükséges. Mégis, ha esetleg annyira szigorú lesz a járvány, hogy még a hivatalból se léphetünk ki, akkor legyen mit csinálnunk, hiszen ezt saját erőből fogjuk elvégezni. Hál' Istennek azért ilyen súlyosságú helyzet nem lépett föl. A másik nagyobb beruházás pedig a Magyar Falu program támogatásával a Sas utca felújítását. Hát most már mondhatom, hogy el tudtuk végezni, most már csak a utómunkálatok vannak, tehát sikerült ezt a beruházást is megvalósítani. És ahogy polgármester úr mondta, mintha mindig is így nézett volna ki a Sas utca. Így van, az előbb becseteltem, hogy ha egy utca jól épül meg, akkor már másnap úgy tűnik, ha mindig ott lett volna. Ha nem jól, akkor az tíz év múlva is fáj. Végezetül a közösségi élettervezés terén mennyire lehet előre látni? Ez a legnagyobb problémám, ugye, hogyha most én szeptemberre egy falunapot szeretnék szervezni, akkor már most le kéne szerveznem az egészet, viszont emiatt a bizonytalanság miatt az ember nem nagyon meri lekötni a, a művészeket, a, az előadókat, a játszóeszközöket és egyebeket. Attól félek, hogy az idei évben a közösségi programok vagy nem, vagy csak nagyon visszafogott mértékben fognak megvalósulni. A végére még egy gyors statisztikát kérek. Van-e érintettje a koronavírus járványnak remeteszülősen? Hála Istennek nincs. Ezzel biztatom a, 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 a lakosságot, érte magunkat, hogy tartsuk be minél inkább a járványvédelmi szabályokat, hiszen az a szép eredmény, hogy remeteszülősen nincs koronavírusos megbetegedés, vagy legalábbis nem tudok róla, de ha lenne, akkor kéne, hogy tudnom róla. Azt szeretnénk megtartani. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy most remeteszülős a egészség szigete, itt a, a nagy koronavírusos és nagyon bízom benne, és nagyon drukkolok, hogy, hogy ez így is maradjon.